Egyre több oktatás-nevelési intézményt vesznek át, vagy indítanak az egyházak, baptista vagy evangélikus, római vagy görögkatolikus. A szülők meg annyi intézmény közül választhatnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Érdekesség, hogy csak a református intézmények száma 2010 óta közel kétszeresére növekedett, így mára meghaladja a 170-et. Tanulóik száma pedig több mint 50 ezer. Nyíregyházán a Jókai Mór református általános iskolában még a padra tett székek mutatják, hogy nincs tanítás, ám szeptember 1-én mindenhol megkezdődik a tanév. 776-an kezdik meg tanulmányaikat itt, a túljelentkezés pedig évek óta jellemző a Jókaiban, szinte már kinőtték intézményüket, amely így is két telephelyen működik. Az elmúlt másfél hónapban, amióta dolgozom vezetőként ennek az iskolának az élén, szinte minden nap jöttek ide családok, szülők, akik szerették volna a gyereküket beiratni, de felsőbb osztályosok is, nem csak elsőbe jelentkeztek be, akiket már mi nem tudunk fogadni, mert kinőttük az iskolánkat. Az iskola vezetője úgy véli, az egyházi iskolákban pluszt kaphat a szülő és a gyerek is, szerinte ezért választanak egyre többen egyházi intézményeket. Isten dolgaihoz is közelebb vannak itt, és nem biztos, hogy a szülők ezt keresik először, de biztosan érzékelik azt, hogy mi a családdal együtt képzeljük el a gyerekek nevelését, és keresztény családban gondolkodunk. Az egyházi fenntartású intézményekbe bárki jelentkezhet, erről már Gál Sándor nyíregyházi esperes beszélt televíziónknak. Hozzátette, vannak olyan plusz dokumentumok, amelyeket az iskolák a jelentkezésnél kérnek a szülőktől. Mindegyik történelmi felekezet szükségesnek látja azt, hogy a gyermek, illetve a mögötte levő családi háttér igazolására, keresztény élet gyakorlás igazolására egy lelkipásztori ajánlást kérjenek a felekezetüknek és a gyülekezetüknek megfelelő módon, illetve ettől az általános rendtől eltérően mi reformátusok nem egy lelkipásztori ajánlást kérünk egyszerűen, hanem egy még egyszerűbb, de még hathatósabb dolgot, egy egyháztagsági igazolást. Hasonló igazolást, legyen szó lelkipásztori ajánlásról vagy tagsági dokumentumról, valamennyi egyházi intézmény kér, többek között a nyíregyházi görögkatolikus is. Az oktatás-nevelést 1996-ban indították újra a szabolcsi megyeszékhelyen, akkor óvodát nyitottak. Két évre rá 4 fővel indult el az alsó tagozat. Akkor még szintén Keresztes-Szilárd püspök atya újraalapította az 50 éve bezárt görögkatolikus iskolát, és a mai nap is bizonyítja azt, hogy jól tette ő és munkatársai ezt a döntést, hisz 4 évvel ezelőtt gimnáziummal is bővült az intézményünk, és ebben a tanévben 646 diákkal indulunk az új tanévnek. A folyamatosan növekvő tanulói létszám miatt ebbe az új korszerű épületbe költözött az iskola 2012-ben.